Millionen Deutsche. Also ungefähr so viele Menschen unserer Rasse, als zum Beispiel Dänemark Einwohner hat. Diese Deutschen sind nun ebenfalls Geschöpfe Gottes. Der Allmächtige hat sie nicht geschaffen, damit sie durch eine Versailler Staatskonstruktion einer fremden, ihnen verhassten Gewalt ausgeliefert werden. Ez az inspiráció, Werner. Ez a lángoló lélek. Úgy van, monsieur le comte. Und er hat die 7 Millionen Tschechen nicht geschaffen, dass sie 3,5 Millionen Deutsche überwachen, bevormunden. Soha nem szabad elfelednünk, Werner. Nem, uram. Készen állunk a találkozóra. A találkozó. Igen, köszönöm. Im Namen des Selbstbestimmungsrechts eines gewissen... Nekünk emlékezni kell, érti, Werner? Rajta, Werner! Eltévesztettük. Meg tudta figyelni az arcát? Nem, uram. Kezdünk berosdásodni, Werner. A reflexeink egyre lassúbbak. Az enyém kell, hogy legyen az a dolog. És az enyém is lesz, Werner. Tony Curtis, Stankai István, Roger Moore, Láng József. Minden lében két kanál. A régi, az új és a halálos. Anna Gail, Varga Klára, Deren Nesbitt, Forgács Gábor. Forgatókönyv Brian Clemens. Rendezte Leslie Norman. Bonjour. Bonjour, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Votre correspondant voilà. Oh, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Remélem, nem tartol a kodónak, monsieur, de... No, mondja, mi ez? Liba mai pastitomnak szaglik. Oh. Tyúkos leves. Olajos hal. Olga néném küldte. Ha nem az ő főszkét, eszem biztos benne, hogy halára éheztetek, pedig az ő főszkébe bele lehet halni. Csak ne a mi számodánkban. Magam is remélem. Mi ez itt? Mi ez a nyüzsgés? Erre forduljon. Köszönöm. Ezt kölcsön venném. Kérem, kisasszony. Igen, köszönöm. Ez Suzanne.
Ó, pardon, elnézést. Jaj, hagyja csak, hagyja. Hagyja. Innen, tessék. Kisasszony, köszönöm, még egyet, legyen szíves. Várjon, igen, nagyon jó, köszönöm, kisasszony. Köszönjük szépen. Nagyon jó, mehet. Igen, nagyon jó, mosolyogjon. Elnézést kérek, szabad. Pardon. Suzy, hello. Lenny White, de örülök, hogy látod. Hát, drágám, mit csinálsz itt? Képzel csak. Netán, eljegyezte? Férjhez mentem. Drágám, gyere, bemutatom egy régi barátomat, Danny White. A férjem Frank. Hello, Frank, örülök, hogy megismeredlek. Gratulálok mindkettőt. Suzy rengeteget mesélt róla. Gondolom, csupa rosszat. Megfognád egy pillanatra? Hát a mennyasszony megszabadsolva. Úgy tervezzük, néhány hétig. Csodálatos. Miért nem ilyes akkor? Megijelten valami vacsorát. Igen, feltétlenül. Jó, van, fel. Gyere, Suzy, hagyjuk. Örülök, hogy találkoztunk. Viszlát, de jó. Köszönöm. Igen. Engem miért nem hívnak meg egyetlen esküvőre? Talán meghivatatod magad a mézes hetekre. Na, látod már ilyet? Köszönöm, adjad. Kérd. Hogy, mint öreg? Meg vagyok. Ez az új öltönyöd? Remélem, elnyerte a tetszésedet. Gratulálok a mészárosodnak. Tudod, Daniel, ez egy ritka mandzsúriai törpeláma farokszőréből készült. Ó, bámulatos, hát ha az a láma egyszer befejezi az akódat, talán nem felejti ki a váltömést. A te szabódnak is van humorérzéke. Daniel, mosakodtál te ma reggel? Ugye, ez magyar téli szalámi, Olga néni. A vámpirok bárjából maradt? Hát nagyon vicces van. Befejezted? Igen, ami azt illeti be. Akkor mehetünk. Biztos. Felküldeni a szobámba, kérem, pardon. Vigyázz a pálcámra, még valaki téved. És ből embernek néz vele. Köszönöm, kisasszony. Hát, mademoiselle, nem menjenek még. Köszönöm. Ó, ezt meg kell nézni. Oda nézd már, na. Ó, megy, mint a villám. Oda nézd, öregem, oda nézd. Mi van, győzött? Nem vesztett. Már egyszer vesztettünk egy húzamba, ez fantasztikus. Tudod, mi ezúttal a sugallatra fogunk támaszkodni? Na, lássuk csak, mit mond a sugallat? Ez az őle. Pardon, monsieur. Na, megvan a sugallat. Na, nem mond. Bim-bam. Hol van ebben a sugallat? Bim-bam. Amikor 18 éves voltam, ismertem egy gréti nevű lányt. 18? Figyelemre méltó a memóriát. Nagy debella volt, kicsit emlékeztetett egy nóra. Biztos, hogy ő lesz a győztes. Ez de az még bim-bam. Mindig nem értem. Bim-bam. Te még ennyit sem tudsz. Mondd, jártál te egyáltalán iskolába? Bocsánat, uram. Szerintem gyerek sem voltál. Garancsoljon. Köszönöm. Pardon. Oh, bocsánat, pardon. A hatodik futamban. Üdvözlöm, kisasszony. Látom, megint kifogtad magadnak a madarat. Mit? Suzanne Villeny és újdonsült férje. Suzanne Villeny, a hírhet Villeny Márki leánya. Párizsban tölti mézes heteit újdonsült férjével, a milliomos Frank Wagerrel. Suzanne nagyon helyes lány. Akkor messze esett a fájától. Hát, amit az apja tett, azt az apja tette. Suzannak semmi köze hozzá. Én csak a történelem könyvekből idéztem. Nézd, az apja csúnya dolgot csinált, vagyis állítólag. Miért kellene, hogy visszaüssön a gyerekére? Mellesleg azt hiszem, kidolgoztam egy új szisztémát. És pedig? A veszteseket tesszük meg. Egyfolytában csak azt csináljuk, mióta kijött. És ígyünk rá egyet. Ennek az embernek meg kell halnia. Nem gond. Találja meg nekem, találja meg! Az ott a háttérben. Azt az embert a madárral a kezében. A neve White. Daniel White. Vernonnek sikerült ennyit megtudnia. Jelenleg itt lakik a Hotel Plaza Athénében. Amerikai playboynak áncázza magát. Végezzem vele. És azt a madarat akarom, amelyik a kezében van. Egyszerű, mint egy pofon. Remélem is. De Luther, semmi nyom nem vezethet hozzánk. Én nem vagyok amatőr. Számíthat rám. Senki sem kíváncsi a bokacsattogtatására. Eredményeket akarok, Luther. A túl sok bokacsattogtatás miatt vesztettük el a háborút. Luther! Maga túlságosan magabiztos, Luther. Talán azért, mert ha rám néz, egy öreg embert lát. Talán mert Werner már nem olyan fiatal, mint Hajdan. Mutassa meg neki, hogy még mindig veszélyesek vagyunk, Werner. Ah!
Sok szerencsét. Ostoba pojáca. Igen, uram. Kövesse. Várja meg, amíg befejezi a munkát. Aztán zárja le az aktát. Értettem, uram. Az drágám. Nem tudom, ahogy beleszóltam, letette. Oh. Hé, nem lehet, hogy már is huncutkodsz a hátam mögött, ha egy férfi hangszól bele, leteszik? Te vagy az egyetlen féltékeny pasas az életemben. Te még nem ismersz engem. Dehogy nem. Jó napot. Parancsoljon, uram. Szín! Szín! Ó, prú! A hölgy nem fuldoklik, ez a Sinclair rövidítése. Értem. Szín, csodálatos, hogy itt vagy Párizsban, nem is tudtam. Igen? Egyszerűen csodálatos, már annyira untam magam, hogy el sem tudom mondani, te alig jutok szóhoz. A gyűjtemény egyszerűen borzalmas. A kalapod bizony csodás. Igen. Parancsol? Köszönöm semmit, egy ismerősemet várom. Értem, uram. Olvasom, hogy egy izgalmas esemény zajlik a hotelben. Láttam a fényképeket. Ó, igen, ez Mr. és Mrs. Wager. És Danny is itt volt. Danny? Ha nem tévedek, ez Danny Wide. Ó, igen, uram, ez Mr. Wide. Igen, gondoltam. Ide adná a telefont, kérem. Igen, uram. Köszönöm. Biztosítatlak, a lakosztályomból csodálatos a kilátás egész Párizsra. Előiszunk egyet, aztán felmegyünk és megmutatom. Parancsoljon. A kilátás nem csak ürügy arra, hogy felcsaj a szobádba, igaz? Prú, nem lehetsz ennyire gyanakvó. A 227-es legyen szíves. Te ennél jobban az is teszel. Az Mr. White lakosztálya, nem? Nem. 405? Hogy tévedhettem ekkorát? Ne, hagyja csak. Ó, Mr. White éppen most lépett a halba. Ugye egészen világos, csak is azért megyek fel a szobádba, hogy megnézzem a kilátást. Ne haragudj, mit is mondtál? Ugye ez csak ürügy, Szín. Igen. Ó, Szín, tudod, hogy én nem vagyok az a fajta lány. Majd lefényképezem a kilátást, és elküldöm a képet. Nem vagyok az a fajta lány, de legalább megpróbálhattál volna rábeszélni. Rögtön nyitom, rögtön. Hello, igen, vidéki hívás. Nem, semmiféle Mr. Schwarz, rossz szobába kapcsolt. Nyitom, egy pillanat, nyitom. Hába fel, adja meg. Igen, tessék. Mr. White? Mi történt? Ó. Haj, elnézést, pardon. Daniel, jövök! Hú, haj. Üdvözlöm, elnézést. Bocsánat, gyerek. Tarzán! El az útból! Thank you.
Oké, rajta halljam, mondd el, mi történt. Ó, nem túl érdekes. Egyszerűen elmagyaráztam a rendőröknek, miért grasszálok a nyílt utcán egy hullával. Jól van, és most elmondanád nekem, ki az a fickó? Úgy hívták Siegfried Luther, és nagyon úgy tűnik, hogy nem volt személyes oka rá, hogy kinyírjon téged. Nyisd ki a fület, te uborka. Mi lehetne személyesebb, mint egy golyó az ember szeme közé, az én szemem közé? Meghallgatnál? Csupa uborka vagy. A rendőrség szerint a fickó bérgyilkos volt. Ó, és te mit gondolsz? Azt gondolom, ha már egyszer megpróbálták, és nem sikerült, könnyen lehet, hogy újra megpróbálják valaki mással. Aha, azt hiszem, új biztosítást kötök. Halló? Igen, én vagyok. Bocsánat, beszéljen hangosabban. Hogyan? De nem, nem, most nem lehet. Ki beszél? Halló? Ki volt az? Téves kapcsolás. Semmi. Ó, vagy úgy. Oké, én nincs elég képeslapom. Lemegyek és veszek párat. Ugyan felhívom a portát. Ó, csak drágám, majd én leugrom érte a halba. Csak egy perc az egész. Susan? Tessék. Jól érzed magad? Igen. Még sosem voltam ilyen boldog. Ön arra számított, hogy a halban találkozunk, de az én szakmámban a váratlan biztonságosabb. Ki maga? Sose törődjön velem, maga az, aki számít. Ön a lánya a hírhet Vilenny Márkinak, a hazaárulónak, mert ezt mondják róla, igaz? De... A férfi, aki eladta a francia hont a németeknek. De ez nem igaz. A világ így tudja. Nem érdekel. De érdekli annyira, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét. Természetesen ez nagyon sokba kerül, de hát az ön férje nagyon gazdag. Én sosem kérnék pénzt a férjemtől. Sose tenném. Fontolja meg. Még találkozunk. És ne próbáljon megkövetni. Vénróka vagyok. Kösz. Hoppá! Én még soha nem jártam egyedül egy férfi szobájában. Ugye elhiszed, ha mondom? Hogyne, ha te is elhiszed, hogy én még soha nem hívtam meg egy hölgyet a szobámba. Ez talált. Ja, oké. 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 Mégis hogy érted ezt?
Remélem kellően hűvös szín, mert engem elöntött a forróság. Neheves vagy, Szín! Pardon! Gyöhög, Daniel! Daniel, ez meg hova tűnt? Engedelmeddel ide. Mit műveltél ott? Bujkáltam. Ez a köszönet, hogy megmentettem az életet? Kösz, nagyon köszönöm. Nos, Daniel, valaki határozottan elszánt. Ez ma már a második alkalom. Igen, a második. De miért akarnak megölni? Nem csináltál nélkülem semmit, ugye? Nem, dehogy. Ki lehet az és miért? De mondok én neked valamit, én nem megyek el innen, és te sem. Amíg meg nem tudjuk, kik lehetnek azok. Ha beled döglök is. Oh. Daniel, én... Sajnálom, ha felébresztettem Mrs. Wager, de ugyebár volt ideje végig gondolni a dolgot. Tehát érdekli? Helyes. Gondoltam, hogy így lesz. Majd megadom az instrukciókat. Nem mondhatna ennél többet? Halló! Halló! Nos, alig ha hinném, hogy ma újra próbálkoznak, úgyhogy én azt javaslom, bújj ágyba egy jó könyvvel. Okay. Azt hiszem, én is ágyba bújok. Ó, mellesleg, ha mégis meg akarnak ölni, kérlek, tűrd csendesen, mert teljesen megzavarod a szerepéletem. Igazán nem akartam, és jó, miért érteni ezt? Danny, muszáj, hogy segíts nekem, kérlek. Nagy bajban vagyok, egy furcsa kis emberkel állandóan telefonon hívogat, és pénzt követel. Én nem mondhatom el Fregnek, nem értené meg. Mert... Mindjárt jövök! Téged a rossz híre gyócskán megelőzött vágy! Mostanáig azt hittem, hogy mindez csak rossz indulatú pletyka szóbeszéd! Mostantól tartsd távol magad a nejemtől! Fred, teljesen félreérted! Már megint? Mi volt ez a hajcő? Te vagy az az erotomán kis szatír, akit végigüldöznek? Semmi komoly, valamivel kellemesebb látogatás volt, mint az előző. A jövőben maradj ki a mézes heteikből. Nézd, az nem is úgy volt, tudod? Volt egy kis probléma. Kiség! Pró! Ne nyújj hozzá. Daniel, azt hiszem, ennél már volt jobb napunk is, ugyebár? Szarvas hiba volt, szervezetlenség. Szerencsére a helyzet nem helyrehozhatatlan. Megtaláltam a megfelelő embert. Megkérdezhetem, hogy ki az? Groszki. Az egy kígyó. De ügyes, hallatlanul ügyes. Egy bandita. De ügyes. Büszke arra, mit csinál. És mikorra várja? Már megérkezett. Maguk neveznek engem kígyónak. Maga nevez engem banditának, holott maguk, mindketten, árván bégednek akár a birkák a legelőn. Igen, igen, ismerjük a nézeteit, Groszki. De hogyan akar elbánni ezzel az átkozott vágydal? Nos, először lássuk, hogy az elmém helyesen értékeli a jelen szituációt, uraim. Nos, tehát ez a Mr. Wide.
Rendelkezik egy tárgyal, melyet ön meg akar szerezni, bármi áron, így van. Igen, látta a fényképet az újságban. És a puszta tény, hogy ez a tárgya birtokában van, önre nézve veszélyes információkhoz juttatja, ezért tehát el kell őt hallgattatni, igen? Pontosan. Nos, nem látom, hogy mi a probléma. Az egész roppant egyszerű. Hívja fel Werner. Olyan meghívást nyújtok át neki, amit nem fog visszautasítani. Na már most, időközben valamelyik alkalmazottan felajánl neki egy ellenállhatatlan összeget. És akkor, amikor a madár a kezemben van, akkor én... Mr. Daniel White-ot keresem. Köszönöm. Most kapcsolják a szobájába. Á, Mr. White, kérem, nagyon figyelmesen hallgassa meg, amit most mondok. Figyelek. Nos, az ön elleni merényleteknek még korán sincs végük. Újra meg fogják kísérelni. Nos, ha velem köt üzletet, nem kell tovább aggódni a testi épsége miatt. A feltételeimet bizonyára nagy lelkűnek találja majd. Volna kedve megtárgyalni velem? Ó, azt gondolnám, hogy egy olyan 100 000 frank az egy igen szép kerek összeg. Ó, kerek, olyan kerek, amilyen csak lehet. Ó, mondja csak meg, hol, mikor, és én ott leszek. Helyes, mennyi idő múlva? 1 óra múlva, rendben, meg fogom találni. Viszlát. Nos, azt akarom, hogy az üzlet... Beleegyezett? Természetesen belement, de az üzletnek valóságosnak kell tűnnie, úgyhogy kérem a pénzt. Ne, nem kell aggódnia miatta. Amint vége az ügynek, visszaadom. Adja oda neki, Werner. Na, most eligazítom a munkatársaimat. Ez lesz az. Jobb lesz, ha előre megyek. És amikor utánam jössz, nem ismerjük egymást. Oké. Okay. Bonsoir, mademoiselle, mennyi lesz? Mennyi? 7 franc. Ah. Miből jött rá? Nem akar leülni? Nem akar inkább újra megmotozni, vagy én motozom meg? Gondoltok, szívesebben köt üzletet olyan helyen, ahol sok ember van. Ellenkezőleg. De ezen később segíthetünk. Pardon. Ön talán bizalmatlan lett volna, ha valami elhagyatott helyet választott. Igen, rettentő bizalmatlan lettem volna. És most mi ez volt? Magánál van? Ja igen, nálam van, a legjobb helyen. Azt hittem, sokkal jobban kiduzzad. Nos, ennél jobban alig ha duzzadhat. Nem tudom, még nem. Na, higgyen nekem, nem duzzad jobban. Igen. Itt az üzlet rágeső része, az egész benne köszönöm. Van. Lássuk maga, mit adott. Ravasz kis boszorkány, az is itt lapul a zsebemben. Ja.
Már elnézést, de ez itt pénz, ez igaz? Ez is az. Nézd, én nem akarok pénzt vásárolni, mert van pénzem. Itt valami félreértés van. Nekem nagyon úgy tűnik, de miért akar neki pénzt venni? Én nem adok el semmit, én veszek. Ezért van nálam pénz. Én vagyok a vevő. Hát akkor bárki is az eladó, az nem ad el, igaz? Tudja, mit van egy ötletem. Menjünk vissza az ajtóhoz, maga megbotozott, és csináljuk újra. Most meg hová megy? Csak egy pillanat. Ezt addig lefoglalom, hogy biztosan visszajöjjön. Idegeneket nem motozunk. Mi a bánatos bánat folyik? Hát, ahogy ez motoz, nem motoz úgy senki. Ó, gratulálok! Oh. Ott van hátul, zakóban. Igen, látom. Csak egy pillanatra kérem, forduljon így. Ah, igen, ez az. Megkérhetném, hogy távozzon egy megbocsát egy perc, úgy van. Elnézést. Azt hiszem, valami apró félreértés történt. Hát én csak azt a fickót keresem, aki ki akar nyírni, és hajlandó vagyok fizetni neki ez minden. Megbocsát egy... Mr. White, nekem az a madár kell. Milyen madár? Az a madár, amit itt a kezében tart, az a madár. Az nem az enyém, egy pasos állt a fotós hátam mögött, övé volt a madár. Ő elejtette, én fölvettem, és akkor fényképeztek le vele. Úgy érti, hogy téved is? Igen, pontosan úgy értem. Szenhés. Én egy jókor abaki, ha nem sírtem meg vele. Attól tartok, Mr. White, hogy ezt a tévedést kénytelenek leszünk helyre. Rendben, hozni. Itt van a pénze, hozza helyre. Nem itt. Mit művel elment az eszed? Attól tartok, Mr. White, hogy ön sajnos már is túl sokat tud az. Nos, azt azért igazán nem mondanám. Szeretném, ha tudná. Én nem szívesen teszem ezt magával, ugye ezt megérti. Most megmondom, mit csináljon. Azt akarom, hogy induljon el a lépcső. Ugye eddig világos. És ne feledje, hogy végig pisztolysz a hátában. Úgyhogy semmi ostobaság. Nagyon szépen köszönöm, induljon már szépen. Tessék, el a magukét! Várj, mire? A pénz! Köszönöm. Gyönyörű volt, de gratulálok. Gyönyörű, gyere. Gyönyörű! A maga ostobasága miatt bolondot csináltam magamból! A fénykép láttán teljesen logikus feltételezés volt, hogy White-nál van a madár. Az én szakmámban bizonyosságra építünk, nem feltételezgetünk. Én segítséget várok, nem azt, hogy kritizáljon. Sok időt vesztegettünk. Most már lépnünk kell. Lépnünk merre? Fogalmunk sincs róla, ki az az ember, akinél a madár van. Az lehet. De azt tudjuk, hogy mindössze két ember van a világon, akinek érdekében áll, hogy megvásárolja. Uh-huh. Én magam. És a másik, de Vilény Márki leánya. Pontosan. Ha az az ember megkeresi a lányt, mit tudni fogunk róla? Egy madár. Ez az egész cirkusz egy madár miatt történt. Ez pontosan hetedszer mondott, Daniel. Egy madár, egy bronz madár miatt akartak meggyilkolni. Mindez csupán azt bizonyítja, mennyire veszélyes idegen tollakkal ékeskedni. Nem, ez téves madárismeret. Emberismeret. Volt egy ősöm, akit összetévesztettek valakivel. Jó hírem van a számodra. Nem vagyok rá kíváncsi. Castrohé Márkia volt. Nem mond. Nem eszed meg a tojást? Ne, fogyasd csak el, addig sem beszélsz. Még a francia forradalom idején történt. Hallani sem akarom. A Márki és Neje éppen egy nagy európai körúton voltak. Amikor ideérkeztek Párizsba, a hintójukat feldühödött parasztok fogták közre. Tudod, az ősöm egyszerűen hátborzongatóan hasonlított 15. Lajosra. Mielőtt kimagyarázhatta volna magát, a csőcselék a giotin alá cipelte. Ez tényleg megtörtént? Várj! Ott volt a Márki nyaka a tőkén. A bár lecsapni készült, érted? Ekkor az asszony áttört a tömegen, és elmagyarázta az egész szituációt. Aha, megmentette a férjét, mi? Nem beszélt franciául. Hamarosan újra férhez ment.
Állandóan ezt csinálod velem, én meg folyton bedőlök neked. Akkor most próbáljuk megoldani a problémádat. A tények a következők. Belebotlasz valakibe? Elnézés, ez tévedés. A férfi botlott belém, kinyílt a táskája, én lehajoltam és felszedtem a cuccát. És eközben fényképeztek le? Úgy van, kezemben a bronztyúkkal. Na, számomra teljesen világos, hogy azt az embert akarják, akibe belebotlottál. Na, pontosan. Melyikük az a képen? Ott áll az egyik fotós mögött takarásban. Milyen kár. Valóban. Mivel egyedül ő a rejtély kulcsa, meg kell találnod. Hogy találjak meg valakit Párizsban, akit pár másodpercig láttam? Normális vagy? Láttam egy filmet. Várj csak. A másik újság az. Istenemre megvan. Ne istened, mi van? Mi gyere, van gyere. Meg? Nem beszélt franciául. Ki? Camembert Márkiné vagy ki? Egészen biztos benne, hogy működik a szerkezet? Persze, hogy működik. Kizárólag a legmodernebb elektronikus eszközöket használom. Az egész helyiséget átkutatta alaposan? Igen. Ma reggel, amikor lementek reggelizni, a madár nincs a lánynál. Figyeljen, figyeljen! Aja? Halló? Kész vagyok tárgyalni az üzletről. Találkozzon velem. Mikor és hol? Elég, ha ennyit mond. Egy óra múlva. Párizs, Bois de Seine 9, 9-es lakosztály. Egy irattáska leesett a földre. Néhány levél kiesett belőle. Ez a nagyítás itt az egyik levélről készült, és egy cím olvasható rajta. Ez igen. Remek. Nagyszerű. Körülbelül ez az, amekkorára ki tudom nagyítani. Hát csodálatos. Megfelel? Hogy? Bois de Seine 9. Ez itt a 9-es szám. Látom, még ismered a számokat. Vigyázz a térképre, nyomkereső. Oké. Iszonyatos bűz van itt. Hülyéskez, tiszta ambrózia illat. Nem a nénikét küldött élelmiszer csomagot ide is? Márha vicces vagy, nagyon-nagyon vicces. Honnan veszed, hogy arra felé van? Onnan, hogy ott egy ajtó. Szerintem mindig fentről kell kezdeni. Oh, Danny! Én nem megyek oda-vissza, rettenetes! Danny, kérlek! Ha kíváncsi vagy egy laikus véleményére, ez itt egy nagyon-nagyon halott hulla. Ő a madaras ember? Igen, ő az biztos. Ó, úgy néz ki, a madár kirepült a fészekből. Kérdezhetnék a barátodtól néhány apróságot? Ó, ne kérdezz tőle, amit csak akarsz rajta. Az én barátom a te barátod is. Eredj, és kérdezz csak bátran. Mrs. Wager. Ki ez az ember? A nevét azt nem tudom. Állandóan hívogatott. Beleegyeztem, hogy találkozom vele. Mikor ideértem már, így találtam. Ha megenged egy személyes kérdést, miért egyezett bele? Mert azt mondta, bizonyítani tudja apám ártatlanságát. Az ártatlanságát? És pedig milyen ügyben? Maga nem ismeri a történetet? Nem hallottam, mondd el neki. Nálam már aranyszabály, hogy nem adok a pletykákra. Magától szeretném hallani. Igazából nem mondhatok túl sokat. Berlin eleste után iratok kerültek elő, titkos iratok. Ezekben az állt, hogy a francia kormány egyik magasrangú tagja áruló volt.
Valaki, aki segítette Franciaország megszállását. Tehát az ő apja lett a bűnbak. Úgy volt, hogy tárgyalás lesz az ügyben, de apám öngyilkos lett még a kihallgatása előtt. Úgy vették, hogy ezzel beismerte a vétkét. Te tudtál erről? Én mindent tudok. Miféle bizonyítéka volt ennek az embernek? Nem tudom. Csak annyit mondott, hogy hajlandó nekem eladni, ha eleget fizetek. Uh-huh. Épp csak bejöttem ide, de nem láttam őt. Azután megkerültem az ágyat, és akkor láttam, hogy ott fekszik holtam. Nos, Daniel, ha csak nem végeztél, csináld magad bonztan folyamat. Nem inném, hogy maradt itt egyéb tennivalónk. Szabad lesz. Mit művelsz? Egyszer láttam egy filmet, tudod, az új lenyomatok. Kesztyű van rajtam. Na. Big Fitz. Bár nem mentem volna aznap moziba. Az ő aláírása, Werner. Nézze meg, látja, a saját kezének érintését viseli. Megengedi? Óvatosan, Werner. Ez nagy megtiszteltetés. Ugyanakkor hallatlanul veszélyezés, he? Tudja, ha ez illetéktelen kezekbe került volna, akkor magát felakasztják. Az egy nagyon közönséges módja a halálnak. Olyan sok éves munka, kutatás. És most az enyém. És tudni, hogy ő írta alá. De el kell pusztítania. Elpusztítani ezt? El kell pusztítani. Igen, úgy van. Ennek el kell pusztulnia. A Rolls Royce. Mi van? Ez a közös motívum. Mindig van. És egy közös motívum. Lehet, hogy túllövök a célon, de azt hiszem, találtam valamit. Töltsd még! Parancsolj. Emlékszel arra az emberre, akit lelőttek az utcán? Sosem felejtem el. Nem más parkolt mellettünk az úton, mint egy Rolls Royce? Tudod, rengeteg Rolls Royce van a környéken. Ez nem nagy ügy. De nem olyan, mint ez. Ez egy régi, vörös, börtetős modell. És azt hiszem, ma megint ugyanazt láttam. De hol? Ott parkolt abban az utcában, ahol az emberünket megölték. Hát akkor jó lesz, ha megkeressük. Lehet, hogy rábukkanunk. Nem olyan egyszerű. Biztos több ilyen van. Már tudom is, hogy ki segíthet ki segít? Nekünk. Van egy illető Párizsban, aki Charles bácsikám Rolls-Royce-t javítja. Charles bácsikádé. 5 évente jár ide. Uh-huh. Megmondom, mit csinálok. Utána nézek ennek a villanymárkinak. Ugye így hívják? Igen. Jut a sömből, Daniel. Igen? Meséltem már Charles bácsiról? Charles bácsi, csak róla beszélsz. 14 Rolls-Royce-a van. 14 is van, ha jól értettem. Ezt nem mondtam. Igen, ezt mondtam volna. Ezt mondtad. Ha nincs nálad fegyver, bújj be. Daniel. Hello, öregem, eddig abszolút semmi. Hát itt van valami. Nem megyünk vele sokra. Ez egy lista a francia felsőházról. Veli hercege, Comtesse Verenac, Le Comarceau, Króbáró, Severin hercegnő, és a többi, és a az többi, és a többi. Egy pillanattal ezelőtt találkoztam. Nos, mi van Villeny-Márkival? Semmi a világon. Várj csak, ezt kerestem, nézd csak. Le Comarceau a kormány tagja volt a kapituláció mm-hmm. idején. Ezek szerint, hogyha jól következtetek, együtt volt Suzy öregével. Ez lehet egy új fonal, de elég vékonyka. Tekint, hogy egyebünk nincsen, nem igaz, pajtás? Tudod a címét? Ideje, hogy aludni térjen, uram. Igen. Igen, Werner. Menjünk. Fázom, Werner. Fázom! És a madár, uram? Elpusztult, Werner. A lángok közt. Most már nem egyéb, mint olvadt fém. Most már senki sem juthat a nyomomra. Senki! Nos, Daniel,
Igazán nálam lehetne a bordájom. Anélkül bóklászni ebben a francia dzsungelben? Hé, hát erre. Erre? Nem, erre. Erre rövidebb az út. Erre, gyere. Daniel, nem hajlanál meg egyszer az én felcsőben dübölcsességem előtt? Erre rég ott lennék. Fogadjunk. Nos, ha választanom kell, akkor hogy merre menjek. Feltétel? Feltételek úgy, mint mindig. Felkészül, vigyázz rajta. Azt hittem, sose érsz ide, én győztem. Hogy értél ide ilyen gyors? Egyszerűen becsöngettem az ajtón. Ez nem ér. De természetesen ér, de és boldog lehetsz, Daniel, ha meghallod, hogy a tervemnek van egy apró buktatója. Igen, mi? Íme. Jó estét. Jó estét. Mennyire örülök, ugye, hogy újra kíváncsi vagy rá, hogy miért nem figyelmeztettelek. Azzal fenyegetőzött, hogy megöl, és tudod, én erre nagyon érzékeny vagyok. Ó, igen, tökéletesen megértelek. Na és most mit évük legyen? Őt kérdezd. Majd én megmondom. Át fogom kísérni önöket az örökké valóság kapuján. Avagy segítek önöknek kilépni a halandó porhüvelyből. Szerintem meg fog ölni. Nagyon úgy tűnik. Ó, igen, de tökéletes szépséggel és méltósággal. Ne vegye sértésnek, de ha önnek úgyis mindegy, mi inkább kihagynánk. Szabadna még egyet a nagy útra. Kitűnő ötlet. Elnézést, feltehetnék egy kérdést. Tessék. Mitől volt olyan fontos maguknak ez a madár? Kus legyen! Ja. Ez egy buta kérdés volt, Daniel. Tehát elkaptuk őket. Igen. Van egy rozzant vénkút a kertben. Nagyon mély. Nagyon jó, valóban. Nos, uraim, megkérhetném önöket, hogy kövessenek bennünket? Uraim, egészségünkre. Egyedre. Ez nem egy stílusos távozás. Ebben nincs szépség. Ez így helytelen. Werner! Werner! Monsieur le Comte, nincs semmi baj. Nincs bizonyíték. Semmit nem tudnak ránk bizonyítani. Maga bolond! Maga szenilis vén bolond! Nem tudtam elpusztítani. Az ő aláírása. De tudsz németül, mi áll rajta? Durva fordításban. Le Comte Marceau-nak, amiért segített, hogy Franciaország a dicső birodalom részévé váljon. Kézírást jól olvasol? Ó, Danny. Nem is tudom, hogy köszönjem meg neked. Csodálatos. Csodálatos vagy. Daniel, amilyen pekes vagy, épp most sétált be a férj. Ez aztán hála. Daniel, az nem az én kezem. Frank! Engem nem lehet csak úgy orba vágni. Drágám, ezt nem kellett volna. De Frank! Drágám, teljesen félreérted. Csak barátok vagyunk, semmi több. Beállok szerzetesnek. Ott nincsenek nők, Daniel. Ahova én megyek, ott vannak. Ó, ha így van, akkor veled tartok. Magyar hangok. Láng József, Stankai István, Forgács Gábor, Gruber Hugo, Balázsi Gyula, Varga Klára, Csunya Imre, Várkonyi András, Makai Andrea, Németh Gábor. Magyar szöveg Versényi Ági, hangmérnök Hegyesi Ákos, rendezőasszisztens Papp Gabriella, gyártásvezető Tamás Edit, szinkronrendező Vági Tibor. A magyar változatot a Szinkronművész csoport készítette, produkciós vezető Legény Judit.